Köszöntsétek a színpadon Walder Freyt. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Westeros elfeledett házai sorozat első részében. Mivel első részről beszélünk, engedjétek meg, hogy ejtsek pár szót magáról az ötletről. A név, azaz elfeledett házak nem szó szerint értendő. Valóban fogok majd mesélni olyan házakról, amelyek már nincsenek, de leginkább az olyan apró családokra fogok kitérni, akikről amúgy senki nem szokott beszélni. Hiszen ha azt mondjuk, hogy Stark, Targaryen, Lannister, Martell, stb. Mindenki tudja, hogy kikről van szó, de ezen kívül elmesélem a nagyházak vazalusainak történetét is. Ebben az epizódban a Lokházat fogjuk megnézni. Az első királyságainak megalapítása után a Lokkok királyként uralkodtak egészen addig, amíg a Starkok hatalma előtt ők is fejet hajtottak. Az eredeti váruk közel 2 évszázadon keresztül a Farkasodu volt, amely ma már csak egy részét alkotja a híres fehér révnek, amelyet a Manderlik építettek. A címerük fehér és lila alapon 2 egymást keresztező bronzkulcs. A háznak saját szavai nincsenek. A történelem előre haladtával nem tudunk róluk semmit egészen a trónok harca időszáláig. A jelenlegi székhelyük Óvár, amely nem összekeverendő Óvárossal. A Lokházon belül 5 fontos karakter van, akikről jó tudni, hogy egyáltalán léteznek. Az első nem más, mint a híres Rickard Stark édesanyja Marna Lok. Ő feleségül ment Edwile Oboy Starkhoz, és kettejük közös gyermeke lett Ned Starknak és testvéreinek édesapja. A ház jelenlegi ura Ondru Lok, becenevén Öreg Lok, akinek nincs már foga, teljesen kopasz, és pár fejezetben találkozhattunk vele. A királyok csatájában meginvitálják Deresbe, viszont nem képes utazni, hiszen elmondása szerint nagyon öreg. A sárkányok táncában részt vesz Arya Stark és Ramsay Bolton esküvőjén, ahol megállapítja, hogy az istenek elfordultak tőlük. Ekkor Theon úgy írja le a vénembert, hogy olyan, mint egy keselyű. Ser Malador Lok, nem tudjuk miért, de az éjjeli őrség felesküdött testvére. Róla annyit tudunk, hogy az úgynevezett nagy felderítés alkalmával, amikor a teljes őrség kilovagolt északra, akkor ő volt a szállító oszlop parancsnoka. Azt is tudjuk, hogy vagy az elsők öklénél, vagy Craster házánál, vagy a kettő között valószínűleg meghalt. Mármint ezt úgy kell érteni, hogy Martin nem írt 3 külön sort arról, hogy hogyan halt meg, viszont biztosan nincs a túlélők között. Ser Dunnell Lok nem rendelkezik hosszú történettel, viszont az a kevés is lényeges. A fogolycsere alkalmával Tyrion ajánlata szerint Lord Kervin és Ser Dunnell Lok ki lesznek cserélve Theon Freyért cserébe. Később aztán szabadon engedik, és őt is meghívták a fantasztikus Vörös Nászra. Mivel legkevesebb 2 számszerű lövést kapott, ezért biztosan meghalt. Fontos tudni Malador és Donnell Lokkal kapcsolatban azt, hogy Martin hivatalosan nem nyilvánította őket Ondru Lok fiainak, de csak tippelhetjük, hogy azok voltak. Viszont ami biztos, mindketten a hódítás utáni 299. évben haltak meg. Az öröklési sor azonban biztosítva van. Egy hölgy, bizonyos Cybel Lok feleségül ment Robert Glauerhöz, akiről már ugye beszéltem Arya történetében, ő volt az egyik fogoly, akit kiszabadítanak Harrenholból. A lényeg, Cybel és Robert 2 gyermekkel büszkélkedhet, és Ondru halála után Óvár feltehetőleg a Glauerház kezére fog kerülni. Cybel történetéből még egy pár dolgot. Amikor Robb összehívta a lobogókat, akkor az említett nő lett erdőmélyi ura. Aztán ugye megérkeztek a vasszülöttek, Asha Greyjoy elfogja a hölgyet a 2 gyermekkel együtt, azonban kedvesen bánik velük. Később aztán Stannis a seregével együtt visszafoglalja erdőmélyt, és Cybel a gyermekekkel együtt megmenekül. Szóval ez lett volna a Lokház története, remélem jól szórakoztatok. Köszönöm szépen a Patreonom tagjainak a csatorna támogatását, illetve köszönöm mindenkinek a figyelmet. Jók legyetek, találkozunk legközelebb, sziasztok! Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death.
I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch for this night and all the nights to come.